210 négyzetkilométeren több mint 11 ezer ember élet- és vagyonvédelmét látja el a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság 2006 óta. Azonban az önkéntes egyesület már 1883-ban 26 fővel megalakult, és azóta töretlenül működik. De ki tudja még meddig, most ők vannak bajban, és a lakosság segítségét kérik. Itt a garantált bérminimumra való felzárkóztatás, illetve a minimálbér emelés a költségvetésben jelentős terhet ró, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem biztosított az idei éves költségvetésünk, mint egy 8-10 millió forint az, ami hiányzik a költségvetésünkből. Ha nem sikerül összeszedni a működéshez szükséges összeget, akkor az a köztestületi tűzoltóság megszűnését is jelenthetné, tette hozzá a parancsnok. Bátaszék, Báta, Alsónyék, Pörbőj, Mórágy és Bátaapáti lakosságának védelme válna ezzel bizonytalanabbá. Az érintett önkormányzatok 60%-kal emelték meg azt az összeget, amivel évente támogatják a tűzoltóságot, de a béremelések, az infláció és a dologi kiadások megemelkedése miatt így sem tudják fedezni az éves költségvetésüket. Bátaszék polgármestere a lakosság segítségét kéri. Kérjük Bátaszékváros lakosságát, vállalkozóit, hiszen azt gondolom, hogy a tűzoltóság tényleg olyan feladatot végez el a város teljes területén, ami életünket és biztonságunkat védi, hogyha és amennyiben lehetősége van, egy közzétett adományozási számlára lehetőségei szerint adjon támogatást, hogy stabilizálni és működtetni tudjuk a tűzoltóságunkat. Ezt egyébként megteszik a társtelepülések önkormányzatai, tehát ott is meghirdetjük ezeket az akciókat. Ha nem lesz Bátaszéken tűzoltóság, akkor jóval messzebbről, Szekszárdról, Mohácsról vagy Bajáról érkezik majd a hivatásos szerv a környező településeken történő káreseményekhez. Bár uniós előírás, hogy 15 perc alatt ki kell érniük a helyszínre, ezekben az esetekben egy perc is sokat számít. Segítsünk, hogy segíthessenek!